Szép jó estét kívánok, üdvözlök minden kedves nézőt, ez itt az élő csillagászat Kis Lászlóval, a Schwabhé csillagvizsgáló heti csillagászati magazin műsora. Mai napon, március 30-án egy 5 éves évfordulót ünneplünk, ugye a SpaceX magán cég 5 éve, 5 éve használt először újra egy rakétát. Tehát fölment, visszajött, és aztán megint lehetett újraindítani. És ez is az egyetlen, mindmáig teljesen újra használható első fokozat. Tehát vagy magyarul az űrkorszakban vagyunk, és már bizony itt is vannak 5 éves évfordulók. Ugye a mai napon lesznek érdekes témáink, mielőtt azonban ezekbe belevágnánk egy ilyen kis, nem is tudom, főszerkesztői jegyzet, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt pontosan megnevezni ugye egy témát hadd említsek meg. Rendszeresen szoktunk csillagászati intézményekben dolgozó szakemberek megkereséseket kapni, mondjuk így azt, hogy random emberektől. Ezek tipikusan olyan megközelítések, amikor valaki azt kívánja nekünk megmutatni, hogy minden, amit mi tanítunk, az rossz. Ezeket az embereket mi összefoglaló néven elmélészeknek szoktuk hívni, és egy tipikus megközelítés az úgy néz ki, hogy kapunk valamilyen iratot, ami tipikusan magyar nyelven van, gyakorlatilag semmilyen levezetés, semmiféle igazi elméleti háttér nincsen, csak ilyen, ilyen, mondjuk így az, hogy rögeszmés gondolatoknak egy, egyfajta sorozata. ezekre néha válaszolunk, néha nem válaszolunk. Itt és most tudom, hogy adott esetben akár közvetlenül lehet most a nézőink között is egy ilyen elmélész, ha fogalmazza meg azt a, megfog, azt a paradoxont, amit én így az elmélészek paradoxonának nevezek, hogy nagyon érdekesnek találom minden egy egyes ilyen esetben, hogy az alap kiinduló pontja egy ilyen én, új gravitáció elméletnek, egy új elméletnek a csillagok keletkezéséről, egy új elmélet az univerzum keletkezéséről. Az alap gondolata mindig az, hogy a hivatalos tudomány az téved. Ami akár lehet is igaz, hiszen paradigma váltások a modern tudomány életébe évtizedenként azért jönni szoktak. De mégis a paradoxon, az elmélészek paradoxona, az ugye arról szól, hogy tehát a hivatalos tudomány téved, de mégis a hivatalos tudomány képviselőitől várják, hogy igazoljuk mi azt, hogy nekik van igazuk. Már bocsánat, de ez egy paradox föltevés. Ugye szoktak ugye, hamis kárszegen idézetekkel Dunát lehet rekeszteni. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen, hogy ugye a Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence, majd a komment folyamban valaki helyre tesz, hogyha ez tényleg egy igazi kárszegen idézet. Ugye a fő mondani valója magyarul az, hogy a rendkívüli állításoknak rendkívül erős bizonyítékait kell bemutatni ahhoz, hogy az ember ezt elhiggye. A tudományos módszernek alapvető része egyébként a vita, ezt jól lehetett látni az elmúlt években a koronavírus kapcsán. Hogy jöttek a tudósok, mondtak valamit, egy héttel később már lehet, hogy egész más mondtak. Tehát a tudományos módszer tényleg a vitán alapul, de mégis vannak olyan eszközök, kommunikációs formák, amelyek úgymond viszik előre egyöntetően, azonos módon kezel a dolgokat, a tudományt. Ennek a fő módszere például a tudományos publikálás. Új tudományos eredményeket az, azok közlésére, kiépített szakfőiratokon, szaklapokon keresztül kell publikálni. Nem random tudósokat megtámadva mindenféle iratokkal, hanem megvannak a tudományos publikálás csatornái. Ezeken kell keresztül jutni, és akkor a tudományos közösség vagy elfogadja azt, hogy itt paradigmaváltásra van szükség, vagy nem. Ez ilyen egyszerű. Az nem úgy működik, hogy akkor egy random csillagász majd akkor elkezd azon dolgozgatni, hogy tényleg azt, amit ő tanít az esetben évtizedek óta, miért is hülyeség? Nem, ez nem így működik. Szóval lényeg az, hogy én azt szeretném kérni mindenkitől, akinek vannak ilyen elképzelései, ha ezt a videót esetleg valaha az életben megnézi, hogy nem, ez nem így működik, és ne várja azt a hivatalos tudomány képviselőt, hogy akkor oké, okay, én most mindent félreteszek, és akkor az ő rögeszmét megpróbálom igazolni. Na! A mai műsornak, szerintem kezdjük is bele a címlapra, a mai, műsornak, hát köszönöm szépen, a mai műsornak ugye néhány szokásos fölépítési szerkezet, felépítést követő része lesz, friss megfigyelések, alapvetően magyar amatőr csillagászok részéről, előtte egy kis promó a Schwabhely csillagvizsgálótól és a Magyar Csillagászat Egyesülettől, és hát folytatjuk a múlt heti nagy, sikerre, nagy, sikert befutott témát, a becsapódásokat, egy római kettes témakörrel, hát, hát egy másik kicsit új ö, szempontokat bevéve a diszkuszióba. Ugye ebben az évben, ugye nem csak a Svábhelyi Csillagvizsgáló, nem csak a Csillagászati és Földön Központ, nem csak a Csillagászati hanem az NKFI, ha? a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett mecenatúra, támogatási struktúra is támogatja ezt a műsort, ugye a Csillagok alatt országos természettudományi ismeretterjesztő média kampány című projektünk, Barna Barnabás szív gyermeke, amit formálisan csillagász és Földnagyok Központ vezet, na ennek a támogatással készül ez a műsor is, ezt kénytelen leszek minden héten elmondani. Ugye a Svápanyi Csillagvizsgálóban az online műsorok kezdenek kifutni, mert mi azt hiszük, hogy tavasszal, tavasz közepén, nyár elején már inkább az emberekkel szeretnénk élőben foglalkozni. Ugye ezen a héten, még az órámat szeretném visszakapni, köszönöm szépen, Ugye ezen a héten is lesz még a Galaxis Utikalausz sorozatnak egy része, a jövő héten is lesz egy Galaxis Utikalausz, az lesz az évad zárója, aktuális évadunknak. Ugye most vasárnap este hétkor a YouTube megfelelő fizetős linken megtekinthető műsorában Boldog Ádám és Tejman Vilmos fog beszélni a Mars kutatás legújabb eredményeiről a Perseverance szig és tovább. Szerintem sok izgalmas dolog ez benne, hiszen a Mars ugye a újra föltűnt, megint lehet róla akár képeket is készíteni, de mindenképpen a asztrobiológia naprendszerén belüli megalapozásában fontos szerepet fog játszani. Ugye a programok a csillagvizsgálóban, az élő, megjelenésű, emberi programok a csillagvizsgálóban is mennek tovább. Na arra jön fel a figyelmet, hogy április 7-én és 8-án egyaránt olyasmi lesz, hogy holdfotózással egybekötött esti távcsövezés, ami azt jelenti, hogy jönnek a random látogatók, van egy kis adapter, adat az okulár mögé, le lehet fotózni a holdat, akár életünkben először. Tehát tőlünk senki nem távozik friss asztrofotóval, ha az nap jön majd el. Ugye a múlt héten megkérdettem a Magyar Csillagászati Egyesület csillagtanyájának a támogatási lehetőségét, mondjuk így azt, hogy hát kértem a tisztelt nézőinket, az MCE tagjait és nem tagjait egyaránt, itt a lovas berényben tőlünk jó egy óra távolságban megépült kupola, ház, betonplacok mellé szeretnénk fölhúzni egy új kis sufnit, egy új ilyen kis fedett helyiséget, és ennek a támogatását kértem minden kedves nézőnktől, ugye erre a legjobb lehetőséget a Magyar Csillagászat Egyesület égbolt.mcl.hu webshopja hát teszi lehetővé, ahol ugye tetszőleges támogatási összegek hát megadhatók, 1000 forint, 10.000 forint, 50.000 n-szer, ahol n az egy tetszőleges szám lehet white szemű nézőink észrevehetik azt a kis lila dolgot, ezt a könyvet is meg lehet venni, én már az égbolt.mcl.on, illetve a Sápé keresztül is. Bevezetés a csillagászatba, Dája Gergelynek a szerintem nagyon jó könyvét. Én azt gondolom, hogy ha már arra járunk, akkor ezt is megöhetjük. Támogathatjuk a lovasberényi csillagtanyát is, és hát én továbbra is föntartom azt, hogy az 1 millió forint, összesített támogatás elérésekor vállalom, hogy Harry Heine Lorelai című költeményét elszavallom ékes német nyelven rendkívül erős magyar akcentussal, a 2 millió forintos összeget pedig, ha elérnénk véletlenül az évad végig, akkor pedig csinálok valami olyat, amit magam is megbánok később. Még nem tudom, hogy mi az, de jöhetnek a kommentekben a javaslatok. Valamiféle polgárpukkasztást szeretnék látni. Na, és akkor térjünk rá friss észlelésekre, égi eseményekre, egy nagyon szép fotó, makár Dávid Astro tájkép, ugye a téli tájút itt szépen, ott a szírius, Arja, megyünk át, Perzeus, Auriga, Cassiopeia, mindenféle földi fényforrások, ugye a állatövi fény, a tejút előtt, nagyon, nagyon szép fotó, tehát innen is gratulálok a fotó készítőjének. Ahogy két nappal ezelőtt, 28-án Balázs Gábor is egy nagyon szép fotót készített, egy együttállás alatt jobbra lent a Hold, a Vénusz, a Mars és alul a Szaturnusz bolygó egy ilyen szép közelén enyhén torz délkeresztjét rajzolt ki. Ugye ez Malás Gábor fiatal tehetségnek a egyik fotója Dabas határáról, egy kilátónak a környezetéből. Ugye nagyon érdekes fotót és mellette videót is hozott, nyilvánosságra hozott, Sági Gábor, aki az Egyesült Királyság területéről március 26-án a nemzetközi űrállomást fotózta innen lentről. Ez nagyon érdekes, hogy 14 hüvelykes, azt most a héten főszorom talán 35 cm-es távcsővel, ugye megörökítette nagyon szépen a nemzetközi űrállomást, hogy átment Anglia, vagy hát az Egyesült Királyság fölött. Aztán egy videót is kirakott, aminek nagyon érdekes, érdekes sajátossága, egy ilyen becsillanást is sikerült rögzíteni. Vélhetőleg ott valami üveg felület pontosan a föld irányába tükrözte be, a napnak a fényét ott lehet látni mellettem. Ott az ott, ide szép. Hát neki is jár a gratuláció, mert dobzon távcsőve, ISS részleteket fotózni, ilyen nagyon szép videón, én hát irigykedem. én is szeretnék ilyet csinálni. Ugye a nap egyértelműen az elmúlt hétben vitte a prímet, sok-sok derült ég. Molnár Attila eltének ezen a látványos felvételén, hát éppen átrepül egy repülő, húzza a csíkat, és ott mindenféle aktív területek, napfoltok, napfolt csoportok láthatóak. Ugye ezekről, ha más hullámoszakon végzünk keskeny szűrős megfigyeléseket, akkor mindenféle érdekes részlet kideríthető. Ugye hazánk egyik nagy kalcium káfotós a Zseli József, aki egy 9 centis refraktorral nagy sokta szokta fotózni a központi csillagunkat. Ott még a peremen látszottak a dolgok március 24-én, két nappal később már befordult az egész. Ugye folt, fákja mező, nagyon-nagyon-nagyon szép részlet, dús felvétel. Ugye a kalcium kávon az a spektrumnak a kék szélén van, a vörös szélén szeretjük a h alfát. Horváth Attila Robert hozé barátunk március 24-én egy nagyon szép összehasonlítást állított össze. A látható tartományban, ott éppen jön be a perem alól, ahol a toalett kacsa nem végezte teljesen jól a munkát, és ott maradtak a foltok. Illetve a H-alfa vonalon szépen lehet látni ott egy protuberanciát a napkorunk peremén, tehát döbbenetesen különbözik a látvány a látható fényben és a kontinumban és a H-alfában. Szintén ő készítette ezt a egész méretben igazán élvezhető felvételt egy nap protuberanciáról. Ugye, ha szépen eltűnök, akkor lehet látni azt, hogy hoppá, ott, ööj, ez itt egy ilyen lángnyelv főfelé a napkorong. Például még mindig március 24-éről beszélünk. Hát én ebbe belekorobálok, bele, be 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 látni valamilyen szörny kutyát, akkor azt mondom, hogy itt van a szeme, itt van a száj, ott még van két ilyen óriási szemfoga is, erre vannak hátra felé a füleg, egy napkutya ott éppen eszi a lényeket, az idegen lényeket. Szaboszlai Zoltán is nagyon szép fotót készített a látható fény tartalmában, tehát március 21-én egyértelműen a napot lőtte mindenki, és tudom, ennek a képnek a hangulata annyira megfogott, mert ugye egy gázgömbnek a peremét látjuk, ugye napfolt, fákja és valahogy van olyan térbeli hatás ennek az egész felvételnek, amit csak a csodálattal tudok hát említeni. Dézsi Attila aktív napfotós, ő már egy nappal később, március 25-én, protuberanciák, fönt protuberanciák, lent itt valamiféle forró terület, ott egy csoport, ezek mind H-alfa felvételek, hogy a protuberanciára kicsit jobban ránagyítunk, akkor ott, öy, de jó néz ki az Isten itt ott mennek föl a gáznyelvek, a napkorunk peremén. Jól lehet látni, hogy nem véletlen éreztük úgy, hogy piszok derült idők voltak mostanában, tényleg piszok derült idők voltak mostanában, mára vagy tegnapra érkeztek meg a felhők az ország fölé, és én csak remélni merem, hogy az a beígért országos csapadék az tényleg jönni fog, mert hát igazából a mezőgazdaság az haldoklik, hát a friss vetés, az őszi vetés, az teljesen, mintha sivatagban lenne, nagyon-nagyon hiányzik, nagyon-nagyon erős asszály van Magyarországon, nagyon erősen hiányzik a csapadék, hát jöjjön, és aztán majd újra fotózzuk a napot, hogyha lehetséges. Kereszti Zsolt visszatérő asztrofotós virtuóz a műsorunkban is, aki március 28-án, tehát két nappal ezelőtt ezt a nagyon szép, teli napkorongot fotózta Hálfában, Hát gyakorlatilag ugye erre lehet azt mondani, hogy breathtaking, tehát lélegzetelállító elállító felvétel, ettől már csak az lélegzet elállítóbb, amikor egy űrhajós a világ űrben kinyitja a szkafander fej sisakját, az igazán lélegzet elállító esemény. Ugye Csaba István, aki a kereszti Zsoltal szerintem van egy nemes versenyben küzdött a tavalyi évben, hogy kikészít szebb és élesebb bolygó képeket, és még volt jó pár erőteljes versenyző, a 2975-ös jelzésű Fold csoporttól készítette ezt a kontinuum felvételt, és igazából, ha eltűnök, akkor lehet látni azt, hogy a, a nagyon szép ez a, a, ez a, ugye a konvektív réteg, ugye a, a granuláció, az minden az nagyon szépen kis cellácskák, és ránézünk, ott, ott még azok a nagyon híres szálak a penumbrában, a félárnyékos részben. A napfoltoknál, az, amit a Kanári-szigetekről annak idején a új naptávcsővel fotóztak le, még azok is beazonosítható részletek. Tehát, hogyha akarok egy borzasztó szóvicet eljátszani, akkor mindenképpen granulálok Csaba Istvának ezen nagyon szép éles fotóhoz, ahol a foltcsoport mellett a, a granuláció is nagyon szépen látható. Most már koncentrálnom kellett, hogy ne beszéljek. Össze-vissza. Ha elhagyjuk a központi csillagunkat, akkor nagyjából kilenc fényévre eljutunk az északi, sőt az egész égbolt legfényesebb csillagához, a Siriushoz. Kereszti Zsolt erről egy nagyon szép videót tett közzé a macsnet.hu Facebook oldalán, ezt nézzük meg. Ugye a Sirius ez a pazi fényes nagy felhő, aminek a 10 óra irányában nem messze tőle megmutatom, ott időnként bebevillan valami valami. Ugye mindenki, aki kicsit is művelt a csillagok világában, tudja jól azt, hogy a Siriusnak, ami tényleg kilenc fényévre van tőlünk, tehát egy közeli csillag, van egy fehér törpe társa, ugye ez a Sirius B, ami nagyjából egy olyan 11-2 tudóval halványabb, mint maga a Sirius A. Ennek a vizuális megpillantása hihetetlen nagy észlelési kihívás, nem lehetetlen, de nagyon nehéz. Lefotózni szintén nagyon nehéz, és hát az, az igazság, hogy Kereszti Zsoltnak, akinek már sokszor gratuláltam itt a nagyon szép és részletdús fotói, nem csak ezért az animáció nem csak ezért, nem, ez nem animáció, nem csak ezért, a videóért jár a gratuláció, aztán szépen összerakta az átlagolt képet is, ahol nagyon szépen látszik a Sirius A és a Sirius B Ugye ez az elsőként felfedezett fehér törpe, ami nagyjából földméretű, de nagyjából naptömegű, sűrű, kompakt objektum. Ugyanak egy Alvan Clark egy 60 valahány centiméteres reflektorral fedezte föl vizuálisan, ugye a Siriusnak is van egy ilyen társa, a Prokionnak is van egy ilyen társa, tehát a kutyák ezek tudják, hogy nagy kutya, meg kis kutya csillagkép alfajelű csillagairól beszélek. A nagy kutya is tudja, hogy jó, ha van egy kísérője, meg a kis kutya is tudja. Hogy jól, ha, van, ha jó, ha van egy kísérője, mindkettőnek egy ilyen fehér törpje. Ezeket megpillantani, vagy képet készíteni mindenképpen nagy észlelői bravúrnak számít. Ugye a Castorról is készített egy képet, erről nincsen animáció, kereszti Zsolti 13 centis lencsés távcsővel. Ez egy 5,5 ív másodperces szögtávolságú kettős, ugye Alfa geminórum, aminek még ráadásul van egy harmadik társa is, az YY Draconis jelű flercsillag, egy vörös törpe, valójában még ez a kettő külön-külön kettős, tehát ez valójában egy hatos rendszer a Kastor AB. És ugye Hans Kastorp, a mi ez a, nem jégvarázs, mert az a film, a, mondjad már a, a Thomas Mann regényben is, ugye a Hans Kastorp, az ugye a Kastorról kapta a nevét, mindegy, most hirtelen, a, Mario és a varázslóban jól emlékszem, ott van a De nem biztos, megint csak kommentekbe tessék kiavítani a félművelt műsorvezetőt, hogyha valaki pontosan emlékszik. Ugye múlt héten megmutattam Molnár Ivánnak az SN 2022 EWJ jelzésű Supernova fölvételét, és én nem akarom azt gondolni, hogy, hogy ennek a műsorban való megjelenése implikálta az újabb fotókat, én mindenképpen nagy örömmel fogadom, hogy születtek újabb fotók ugyanerről a szupernováról, másnap, meg harmadnap múlt héten, tehát csütörtökön, meg pénteken. Ugye egyrészt Gerák Ferenc egy nagyon szép fölvétel mutatta be ezt a kettes típus szupernovát, ott a galaxis magjától, főfelé ez a kékes színű objektum. De hát ugye a prímet egyértelműen a fényvödörrel dolgozó farkasréti hogy hogyha itt eltűnök, akkor szépen lehet látni, hopp, ott a galaxis. 70 millió fényére van tőlünk, tehát az időszámítás hogy 69 millió 998 készült, mármint akkor robbant fel a supernova, és akkor ott mellette kinagyítva. Nagyon szép spirálkarok, ott szépen lehet látni a központi dudort is, elnyúlt, tehát a, a, a hát igen, a, a, igen, a küllőt, bocsánat, a központi küllőt, van a dudor is, de az, ez sokkal is. és ott mellett az a kis kék csillag, a supernova, Fényvödörre könnyű szép képet csinálni, maradjunk ennyibe. Ugye a híreknél megint csak azt gondolom, hogy nem érdemes a hírportálnak most pár hírét külön kiemelni, akit az érdekelnek a részek, eleve így is úgy is követi, ugye csillagászat.hu. Ugye a legfrissebb hírünk az a mai napon a Ryugu Asteroidának egy friss elemzéséről szól, meg, Megemlékeztünk arról, hogy megvan az 5000. exobolygó és tehát tényleg most már nagyon nagy számokról beszélhetünk. A leglátogatott, a legnépszerűbb hírünk talán az volt, hogy egy pulzár hét fényév hosszú idézőjel fézer sugarat lőtt ki magából, pont úgy, mint a Star Trekben. És hát igen, egy ígéretes tavaszi üstökösről is beszámoltunk, hogyha megtalálom, ott, ott van mellette. Szépen! Tehát hírek a csillagászat.hu oldalon követhetőek, illetve hát majd Holnap lesz egy újabb Hubble eredmény, amiről reggel fél nyolckor már inforádión beszélek, és aztán majd a csillagászathu ponton is lehozzuk egy nagyon távoli, rekorddöntő, egyedi csillagdetektálás. Arról majd jövő héten hát, hogy beszélek. Többet is! Mai fő témánkra rátérve a becsapódásokhoz jutunk el. Itt a a Wolf creek kráter, nem tudom, hogy hányan látták, szerintem nem sokan, ez a kráter inspirált egy olyan 15 évvel ezelőtt egy ausztrál horror filmet, aminek az volt a címe, hogy Wolf Creek. Csak annyiban különbözik a valódi kráter névtől, hogy nincs elbetű a Wolf után. Egy ilyen magányos gyilkosról szól, aki ott ah, minden csúnya dolgok történik, nem is, bírt, nem is bírtam végignézni, a emlékszem. tehát a tévében ment és fene akar ezt a horrort végignézni. Kiöregettem már a horrorból. Szóval legyen egy nagyon szép becsapódási kráter itt a hátam mögött hogy ez Nyugat-Ausztráliában találtam magát a képet, a Redditről szedtem le, forrás megjelölésként, ennyit tudok elmondani. Ugye múlt héten volt egy nagyon erős frissessége a témának, ugye annak köszönhetően, hogy sáneszi Krisztián március 11-én felfedezett egy kis bolygót, kis égi testet, maradjunk inkább így, két órával a Föld légkörében való megsemmisülés előtt. Ott akkor azt jártuk körbe, hogy ténylegesen ott annál a konkrét jelenségnél mi történt, meg egyáltalán miért fontos kutatni a becsapódásokat, a becsapódási eseményeket, mert ugye hatalmas mozgás energiáknak köszönhetően egy akár 10-20 méteres nagyobb házméretű test is nagy károkat képes okozni. Ez a múlt héten ez egy nagyon szép kis kerek történet volt, és jól láthatóan nézőink is szerették, és azóta is szeretik a YouTube-os verziókat. Ugyanak a múlt heti aktualitásnak majd nem lett egy folytatása, hogy a nem nyugszik a fene, egye meg, a nem tud pihenni sose, amikor eljött az ég, akkor piszkés tetőről tolja a kisbolygók felfedezését. Ugye 2020, nem tudom mi lesz, van FD egy jelzésű kisbolygóját, ezt pár nappal ezelőtt találta, ami majdnem megint eltelt. Két héttel azután, hogy talált egyet, ami megsemmisült a Föld légkörébe, talált egy olyat, ami a Föld 15 15.000 kilométerre ment el, a felszín fölött, ugye 6.700, hanem 7.000 a, a, a Föld sugara, a nagyjából 8.500 km magasságban húzott el a Föld felszíne fölött. Azért az már a szépen belül van a telekommunikációs, tehát a geostacionális műholdaknak a, a, zónáján is. És erről egy nagyon szép animáció készült, hogy hogyan változott meg a pályája földközelítés során. Ott jön szépen balrúrrumba, és akkor lehet látni, hogy a föld gravitációs tere eltérít az eredeti pályáról. Ugye ez egy végtelenített videó, itt azt látjuk, hogy a narancsság ez az eredeti pályája a dolognak, akkor itt szépen bejön, ott, és ott el is tűnt a föld árnyékába. Ez nagyon érdekes. Sajnos Magyarországon nem látszott, de például az Egyesült Államok területéről megfigyelhető volt az, hogy jön a kis bolygó, és akkor a föld árnyékába eltűnik. Fogyatkozása volt a dolognak, ott látszik megint. Aztán elsüvített a föld felszíne fölött 8500 km magasságba, és lerövidült a pályája, rövidebb lett a keringés ideje is, és közelebb is került az ekliptikához ennek a parányi égitestnek a nap útja, mondjuk így ez az, az egész pályasíkő. Tehát nagyon érdekes dolog volt, majdnem becsapódott, tehát majdnem volt folytatása a múlt heti témának. Most azonban nem a múlt heti témát folytatjuk, hanem ténylegesen megvizsgálunk három dolgot. Három dolgot. Az egyik, milyenek ezek az égitestek, amelyek tényleg képesek minket veszélyeztetni. Mit lehet ezekről tudni, hogyan csoportosítjuk őket, hogy fedezzük fel őket. Miért mondtam azt a múlt héten, hogy az egy kilométereseknek a többségét lényegében már ismerjük. Ugye ez a kérdés válaszok során ez fölmerült probléma volt, hogy honnan tudjuk, hogy már megvan az összes egy kilométeres. Utána megnézzük azt, hogy ha most találnánk egy olyat, ami majd belátható időn belül, fél éven belül becsapódik a Földbe, akkor most mit tudnánk tenni? mi az, amit jelenleg az emberiség képes egy ilyen helyzetben hát elvégezni, és aztán azt is, arra is kitekintünk, hogy ha majd a jövőben, nem földétlen túl távoli jövőben modernebb technikánk is lesz, akkor milyen különböző opcióink lehetnek a föld bolygó védelme témakörben. Ennek a témának van egy nagyon jó honlapja, ez a Center for Near Earth Near Earth Object Studies, ez a Jet Propulsion laboratory egy intézménye, a NASA intézmény intézménye, aminek nagyon jó honlapja. Erről szedtem össze ennek a különböző aloldalairól azokat az információkat, amiket most a következő pár percben bemutatok, hogy mikről is beszélünk. Yeah. vannak a földközeli üstökösök, róluk több szó most ne essen, tehát olyan üstökösök, amik időnként a földközelébe jönnek, tipikusan 200 évnél rövidebb keringés idővel. Általában véve, amiről ilyen becsapódásoknál valódi kockázati tényezők, tényezőkről szoktunk beszélni, azok a földközeli kisbolygók, a near-Earth asteroids, Neák. Ugye ezek azok, amelyek megközelíthetik valójában a Földünket. Ezeket típusokba szokás sorolni: vannak az Atirák, az atenek, az apollók és az ámorok. Ez mindjárt lesz egy pályábra, amiről kiderül, hogy ezek micsodák is és a potenciálisan veszélyes aszteroidák, amelyek ténylegesen nem zéró eséllyel be is csapódhatnak. Ez a jó kis ábra azt mutatja, hogy a különböző kisbolygó típusok, azok hogyan helyezkednek el a Föld pályájához képest. Arról megyek fölfelé, mert az előbb is azzal kezdtem, a fölülről lefelé ment, hogy az atirák, ami az atira nevű kisbolygóról van elnevezve, olyan pályán mozognak a nap körül, hogy az végig belül van a Föld pályán belül. Tehát ezek nem potenciálisan veszélyes kisbolygók jelenleg, mert a pályájuk az végig belül húzódik a Föld pályán. Tehát ott a Vénusz és a Merkur régióiban keringenek. Az Atenek azok, melyek a Föld pályát meccő kisbolygók, de a fél nagy tengelyük kisebb, mint a Föld pályának a fél nagy tengelye. Ugye ezek egyértelműen lehetnek potenciálisan veszélyesek, miként az Apollók is, hiszen ezek is földpálya metsző kisbolygók, amelyeknek viszont a fél nagy tengelye, pályának ez a hosszúkás tengelyének a fele, hogy ezt hívjuk fél nagy ez viszont nagyobb, mint a föld fél nagy tengelye. Az ámorok pedig, ez mindegyik egy-egy kisbolygóról van elnevezve, olyan földközeli kisbolygók, amelyek megközelíthetik a földpályát kívülről. Hogyha hosszú távon a Jupiter és egyéb óriás bolygók perturbációval számolgatunk, akkor ugye ezekből is ugye be, be kisbolygók belsőbb pályákra, tehát nagyon hosszú távon. Ugye a Apollók, Atenek azok, amik leginkább a földpályát metsző módon potenciálisan veszélyes égi testek lehetnek. Ezeknek a felfedezését, ha megnézzük időben, akkor lehet látni, hogy március 25-ével bezárólag már majdnem 30 ezer földközeli kisbolygót ismertünk, a 140 méteresnél nagyobb, 140 méteres vagy annál nagyobb azon 10 ezer darab volt, 10 ezer darab, amit ismertünk, még az egy kilométereseknek a száma az úgy beragadt már jó pár évvel ezelőtt. Ha megnézzük azt, hogy, hogy, ez most tényleg a pár diagram erejéig tűnjek el itt a háttérbe, ha megnézzük azt, hogy a földközeli kisbolygóknak az eloszlása, a különböző mérettartomány, amit jelenleg ismerünk, hogy néz ki akkora, 0,30 méteres 7000, ugye a legtöbbet az ez a nagyjából 30 és 100 méteres átmérő tartományban ismerünk, ugye 9000, az 1 kilométeresnél nagyobbból is majdnem 900-at ismerünk. Ugye ezeknek a fölfedezés az elmúlt 20 évben látható itt évenkénti bontásba. Jól lehet látni, hogy nagyon sok kisbolygó kereső program, Lineár, Neat, Spacewatch, Loneos, Katalina, Panstars, Különböző időkben, különböző részarányban vették ki részüket a földközeli kisbolygók felfedezésébe. Ugye Sánchez-Krisztán piszkés tetője jelenleg 65-nél jár talán, hogyha megnézzük azt, hogy évente van 3000, akkor rájöjjünk, hogy az All others van vala a Krisztán egy viszonylag 1-2 pixel széles csíkkal. Tehát ez egy nagyipari, üzem, nagyipari módon művelt felfedezési terület. Ha azt megnézzük méret szerint, hogy mi különböző méretűt hogy fedezünk föl, hogy ez itt az összes. lehet látni, hogy tavaly már 3000 földközeli, tavaly már 3000 földközeli kisbolygót fedeztünk föl. A 140 méteres mérettartomány belsők száma azért, vagy attól nagyobb azért, viszonylag konstans, de, de, nem csökkent. Tehát itt még van rengeteg fölfedezetlen. Tehát minden lébe van nagyjából 4-500 140 méteres vagy nagyobb földközeli kisbolygó a Tehát ezekben még van rettenetesen rend sok fölfedezetlen. Valahonnan van egy ilyen emléke, hogy talán egy harmadára tesszük az összes közül az ismertek számát. És ami miatt az egy kilométeresekre rámertem mondani azt legutóbb, hogy majdnem az összeset lényegében ismerjük, az itt ezen az ábrán lehet látni, hogy egy kilométeresnél nagyobb kisbolygót legtöbbet 2000 környékén fedezett föl elsősorban a lineár program, aztán 2010 óta nagyon lecsökkent az évente ismeretlenként előbukkanó egy kilométeres vagy nagyobb földközeli kisbolygó. Lényegében tavaly, tavaly ilyen tíznél is kevesebb, 4-5 kisbolygót találtunk. Ugye 888-ból 4-5 az kevesebb, mint egy százalék. Tehát lehet azt mondani, hogy tényleg a, mindenképpen 95%-nál szerintem több már ismert, ez szépen lassan, de biztosan ki fog halni. Tehát az egy méter, egy kilométereseket és nagyobbokat, azokat jól ismerjük már, de nem kizárt, hogy azért van még néhány, ami várja a fölfedezését. Ugye a 10-30 méteres tartomány is fontos, és erre egy nagyon jó emlékeztető a Cseljabinszki meteorit hullás, ahol a becslések szerint egy ilyen 10-30 méteres, tehát ilyen nagyobb házméretű test hullott be. Itt most hadd mutassam meg ezt a videót konkrétan hangval is. Ugye ez 9 évvel ezelőtt. Ott a hang robbanás. Én bátja! Aki tud oroszul tudja, az egy csúnya szó volt. Tehát egy, 30 méteres mm. test is képes, hogy ekkor a robbanást a légkörben okozni. Ugye emlékeztetni a Csajadinsznál több ezer ember amikor az ablakok gyakorlatilag bekerkedik az ablakok. Sőt, emlékszem, hogy a fotóról volt a ház teteje beomlott a hangrobbanásnak következtébe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy oké, a kilométereseket már mind ismerjük, de a 140 métereseket nem, a 30-40 pláne nem ismerjük. Tehát igenis ezekre oda kell figyelni. És akkor itt fel lehet tenni a kérdést, hogy mit lehet tenni akkor, ha felfedezünk egy olyat, ami a föld felé tart. Ugye már múlt héten is megmutattam, hogy a 90-es évek nagy filmjei, a Deep Impact, az Armageddon, különböző szuperhősök különböző szupermódon mentették meg a földet. És hát aztán tavaly a Ne Néz Felbe pedig láttunk egy teljes szatirikus bemutatását a 21. századi közösségi média fókuszált társadalmunknak, ahol a becsapódás az csak egy apropó volt, mondjuk így a tudomány irányába mutatott szkepszisnek a bemutatására. Ugye a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia, IAA, két évente tart egy közgyűlést. Utoljára tavaly áprilisban, 2021 áprilisában volt egy olyan közgyűlés, aminek keretében végre hajtottak egy Planetary Defense Conference Exercise-ot, ami bolygó védelmi gyakorlat, ha pontosan megpróbálják lefordítani. A Bécsi, akkor a koronavírus miatt csak online üzemmódban megtartott Nemzetközi Asztronautikai Akadémia közgyűlés során egy négy napos, április 26 tól 30-ig teljes időszakban kisbolygó kutatók, földközeli kisbolygó kutatók és űrkutatók egy gyakorlatot folytattak le, amiben eljátszották azt, hogy ma mi történne, ha találnánk egy kisbolygót, ami pont a Föld felé tart. És a Don't Look Up an Fel felcímű film, ez egy nagyon szép kontrasztja annak, hogy ugye mi a valóság, és a tudományos szempontból egy szép kontrasztot tudok most a filmhez adni, hogy mi az, amit a valóságban úgymond képesek lennénk csinálni. A Planetary Defense Conference 2021-nek a nulladik napján az információk, amik rendelkezésre álltak a gyakorlatban résztvevő, kutatóknak. Április 19-én egy héttel korábban a Pan Stars égbolt felmérő program felfedezett egy 21 és fél magnitudós kisbolygót. Ennek a gyakorlat, a hipotetikus gyakorlat, hipotetikus objektumnak a gyakorlat során használt neve a 2021 PDC jelzés volt. Ugye másnap már a Názának is és az Ézának is vannak előrejelző rendszerei amelyek megállapították, hogy egy a 2500-hoz 2500 eséllyel ütközés várható a Föld és a 2021 PDC hipotetikus objektum között 6 hónappal később. Ugye áprilishez képest 6 hónap az október. Ami megállapítható volt a fölfedezéskor végzett megfigyelésekből, hogy az abszolút fényessége, tehát a egy csillagászati egységre van a Földtől is, meg a Naptól is, az akkor mérhető látszó fényessége, az 22,4 plusz mínusz 0,3 magnitudó. Ez egy, egy, szám, aminek van valami hiba határa. De a helyzet az, hogy ebből a hiba határból a valódi méret rendkívül bizonytalanul volt megállapítható. Ugye a, a látszó fényességet az határozza meg, hogy mennyi fényt ver vissza a, na, a ráeső napfényből, a napsugárzásból. Ugye, ha egy tükörből van a kis bolygók, egy egész kisméretű égitest képes rengeteg fényt visszaverni. Ha pedig sötét feketére van bekarmozva az égitest felszíne, akkor egész nagy is képes ugyanolyan kevés fényt visszaverni ránk. Ugye, amikor ebből kijön az, hogy 120 méter átmérő lehet a test, akkor az a plusz-minusz 0,3 magnitudós hiba az valójában, az albedó, tehát a fényviszerő képesség bizonytalanságát is figyelembe azt jelenti, hogy valójában az égi testünk az 35 és 700 méter közötti átmérőjű. Na most bocsánat, hogyha nekem van egy 35 centis tortám, vagy van egy 700 centis, tehát 7 méteres tortám, amivel Guinness-rekordot akarok dönteni, nagyon nem mindegy, hogy mi a valódi érték. De ezek... A, a, gyakorlati bizonytalanságok. Ugye annyi megállapítható volt pár nap megfigyeléseiből, hogy 1,41 század éves keringési idő és 5 km per szekundummal közeledik a Föld felé excentrikus pályán. Egy hétnyi, tehát még egyszer egy gyakorlatról beszélünk, a nulladik napon még rendelkezésre állt az, a, az az információ, hogy 2021. április 26-án egy hétnyi pályai alapján, hogyha ott valahol ott van, már ott van, ott, ott Már 5 a becsapódás, ah, látszik. Már 5 a becsapódás esélye. És hát 57 millió kilométeres távolságban gyakorlatilag túl messze van a radarmérések. Ez, tehát egy hét után még csak 5 ra volt becsülhető a becsapódás valószínűség. Ugye, a, ne nézz felbe, már az első éjszaka, ó, oh, nulla a kilométer, tehát nem. A bizonytalanságok olyanok, hogy még egy ilyen mars pálya távolságában fölfedezett égi testről sem lehet azt megmondani, hogy 5% vagy 100% vagy 1 a 2500-hoz az esélye a becsapódásnak. A valódi szimulált becsapódási esély, valódi bizonytalanság a föld melletti elhaladásról ezen az ábrán látható, egy hétnyi megfigyelés, hipotetikus megfigyelés esetén egy ilyen bizonytalansági régióval kell számolni, ez itt a Föld, ez itt a Hold pályája, Tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag bárhol elmehet az akkori asztrometriai bizonytalanságok alapján az égi test. És ha becsapódik, a várható becsapódási helyek a Földön így oszlanak el, gyakorlatilag bárhol a Földnek egy bizonyos ilyen keleti vagy hát az Atlanti óceán felül nézett oldalára, féltekére fél bárhova becsapódhatott egy hétnyi folyamatos megfigyelés révén. Ugye a, a mérésekből a, a bizonytalansága az átmérőnek átvihető becsapódási energia bizonytalanságra is. Ugye ha 50 méter, akkor mondjuk azt, hogy egy nagyjából 10 megatonnás robbanási energiát hoz magával, ha, öt, ha 600 méteres, akkor 20 ezer megatonna. Tehát 20 ezer megatonna, az ténylegesen majdnem globális katasztrófát okozni képes méret. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az a 35-től 700 méter, az hova esik valójában, és egy hétnyi mérés alapján még semmit nem lehetett tudni. Ugye a második napra jöttek újabb információk, ugye május 2, az a, tehát a hipotetikus dátum a gyakorlatnak a második napján, 2021. május 2, tehát ott már akkor jövőről beszéltünk, Lényegében két hétnyi folyamatos asztrometria után meg lehetett azt kijelenteni, hogy 100% a becsapódásnak az esélye. Tehát két hétnél rövidebb pályaív nem elég, és ennél a két hétnél olyan volt elrendezése a elrendezése a szimulált pályának, hogy folyamatosan lehetett észlelni az északi félteke nagy távcsöveivel. A mérete abszolút nem lett bizonyosabban ismert és mondjuk így az, hogy becsapódás várható területen már kontinens nagyságrendnyi pontossággal volt ismerhető. Lényegében az volt kijelentető, hogy két hétnyi pályai alapján a 100%-os valószínűség bekövetkező esemény, az nagyjából itt Közép-Európában valahol lesz majd 2021. októberében. Ugye ez egy hipotetikus szenárió, amikor május másodikát szimulálták, április 28-án. Ugye a harmadik napnál már a hipotetikus dátum az 2021. június 30 volt, tehát nagyjából két hónappal a felfedezés után. Már 82 másodperces bizonytalansággal lehetett tudni a becsapódás időpontját, tehát egyszerűen kaptak az, ugye frissebb adatokat, és akkor megnézték, hogy a mi számításunk akkor mit adnak ki. És lényegében egy 800 x 250 kilométeres területet lehetett kijelölni, hogy itt lesz majd a becsapódás. Tehát két hónap után a Neowise űrbéli infravörös űrtávcsővel sikerült, akkor már olyan közelre jött ez az égi test, hogy lehetett a maximális méretet léjebb vinni 500 méterre, a legkisebb viszont továbbra is 35 méter. Hát valahol 35 és 500 méter között. Tehát ez egy, egy a mai eszközeinkkel ezt tudnánk kideríteni. Tehát két hónap után, hogy na, nem 700, hanem max. 500 méter az átmérője. Ugye, és azt is hát eljátszották a, a, szimuláció során, hogy valójában ennyi idő alatt, tehát júniustól októberig már egyetlen egy űr, űr projekt se le, egyetlen egy űrprojektet sem lehetett volna átirányítani, hogy valamiféle becsapódással kilökni a föld ütközési pályáról, a Földdel ütközési pályáról ezt az égitestet a 2021 PDC-t. a lényeg az, hogy április után júniusra jutnánk el oda, hogy valahol itt lesz majd a becsapódás. Ez nyilvánvalóan jó hír a madridiaknak, és rossz hír a bécsieknek, mert hogy valahol ott náluk lesz majd a gáz, az esemény maga. És a gyakorlatnak a legvégső napján az eljátszott hipotetikus dátum és szimulált észleléseknek az elemzése úgy zajlott, hogy mintha már 2021. október 14-e lenne, azaz hat nappal a becsapódás előtt. Ekkorra vált, plusz-minusz egy másodperc pontossággal adottá az esemény, a becsapódás eseménynek az időpontja. 6,3 millió kilométeres távolságban már a goldstone radar is képes érzékelni, és akkor a radar mérésből végre sikerült belőni az átmérőjét, hogy Hál' Istennek egy kisebb méretű, 105 plusz minusz 11 méter. Előző nap és aznap, tehát október 13-án és 14-én. Tehát a gyakorlat során megmutatták a kutatók, hogy a jelenlegi technikánkkal egy héttel a becsapódás előttig még azt sem tudjuk megmondani, hogy mekkora robbanás várható. Egy 100 méteresnél már ki tudjuk számolni, de Annyit tudunk, hogy 15 km/sekundum lesz a becsapódás sebessége, nagyjából 23 km átmérő fog be, becsapódni, és a várható energiafelszabadulás 40 megatonna. Ez egy nagyon, ugye, a cáratyuska hidrogénbomba, amit a oroszok robbantottak, az, hogy 50 megatonnás volt. Tehát egy nagy energiafelszabadulással járó ütközés, de mivel nem ismerjük a belső szerkezetét, nem tudjuk, hogy egy ilyen hógolyó, vagy valami, vagy egy többet fémgolyó, ezért valójában, hogy pontosan mekkora a tömege, milyen hatásai lesznek a becsapódásának, még egy héttel az esemény előtt sem lehet tudni. És akkor itt lehet látni a hiba ellipszist, vagy a hiba kontúrokat, hogy valahol ott a cseh-német-osztrák hármas határ közelében csapódott volna be, ha ez a valóság lett volna. És a gyakorlat végén, ugye van itt egy rázulás, hogy pontosan a hármas határa küldték, hogy hát szakadjon át a három ország, legyen egy szép nagy emlékmű kráter, a három ország határán. És azért le lehetett vonni jó néhány fontos következtetést. Hat hónap nem elég. Egyszerűen nem elég. Tehát ne, nagyon nehézé tesz bármiféle őrbéli reakció lehetőségét. Ha már 2014-ben, tehát a gyakorlat 7 évvel korábban működött volna a Large Synoptic Survey Telescope, ami egy 8 méteres óriás távcsés tényleg az egyik fő célja az, hogy fedezze fel az összes földre veszélyes kisbolygót, akkor nagyon jó eséllyel 2014-ben már felfedeztük volna. És 7 éves előrelátással már akár egy ilyen nagy sebességgel becsapódó, nagy tömegű űreszközt ki lehetett volna fejleszteni, és meg lehetett volna próbálkozni az égitest pályáról való letérítéssel. De jelenleg nincsen ilyen technika, sem a kinetikus impaktól, sem abban az ennél a gyakorlatnál nem volt 7 évvel korábban előrejelzett becsapódás. A felfedezés előtti ilyen prediscovery észlelésekre is nagy szükség van, mert a becsapódásnak a valószínűségét az astrometria, a pálya pontossága nagyon erősen befolyásolja. És a lehetséges méret, hogy mekkora dolog csapódik be hozzánk, ez nagyon erőteljesen Bizonytalan. Tehát az infravörös vagy radar mérések azok, amelyek megmondják a számunkra, hogy mekkora test, ami jön felénk. Ezeket a kapacitásainkat itt az emberiségnek lenne a Földön bővíteni kell. Ugye űrbéli, kisbolygó, monitorozó, űrtávcső program tervek egyébként vannak. Ugyanígy a radarozás, a kisbolygók radarozása is egy folyamatosan fejlődő terület, de jól lehetett le lehetett vonni azt a következtetést, hogy Jelenleg egy ilyen eseménynél maximum azt tudjuk tenni, hogy egy héttel korábban meg tudjuk mondani, hogy melyik az a terület, amit teljes mértékben ki kell üríteni. A három ország katasztrófa védelme, Csehország, Ausztria és Németország egy hatalmas nagy területet kellett volna kiürítsen, hiszen egy 40 megatonnás robbanás, itt volt egy olyan ábra, hogy mutatta azt, hogy milyen hatásai vannak a várható becsapódásnak. Ugye lényegében túlélhetetlen a piros zóna, kritikusan a zóna, dráma, vagy erőteljes, az ez a citromság, és a zöld az a komoly hatásuk. Tehát itt épületek éppen nem maradtak volna, tehát ezt a régiót, tehát gyakorlatilag Prágától Münchenig ki kellett volna üríteni az egész terület, és területek Prágában is nagy hatásai lettek volna ennek a hipotetikus becsapódásnak. Tehát jelenleg csak annyit tudunk, hogy megmondjuk, hogy jön, és hát akkor már az mi az a terület, amit ki kell üríteni. De akkor el lehet gondolkodni azon, hogy oké, okay, fölismerve ezt a problémát, hogy a Földünket megközelítő kisbolyóknál akár még egy 100 méteres test is nagy problémát okozhat, tehát lokálisan ország méretű katasztrófát képes okozni, még hogyha ez adott esetben néhány ezer évente is következik be, azért ez egy fontos kockázat, egy, mert ritkán van, de akkor nagyot szól. Meg lehet nézni azt, hogy milyen opciókat találtak ki a kutatók az elmúlt évtizedekben, hogy mit lehetne csinálni, ha van egy ilyen égitest, amiről meg lehet állapítani, hogy jön a Föld felé. A elsőként a nukleáris opcióra gondol mindenki, hogy küldjünk oda egy hatalmas, nagy atombombát, vagy sok atombombát, nyilván nagyobb energiabombát, hidrogénbombát, terunukleáris bombát, és akkor robbantsuk szét a dolgot. Ugye a 2007-ben volt egy ilyen tervezete, egy ilyen dologról, ami hat nukleáris robbanóeszközt lenne képes oda egy Földünket veszélyeztető égitesthez, aztán mindenféle számításokat csináltak, és voltak, akik arra a következtetésre jutottak, hogy nem föltétlen kell a közepére beásni, és ott megpróbálni szétrobbantani és megsemmisíteni. Nem is biztos, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hanem valójában a felszínen történő robbantással el lehet érni egy olyas méretű anyag ledobódást, ami aztán egy ilyen másodlagos rakéta hatással meglöki a kis bolygót. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a nukleáris opció az azt jelenti, hogy beásunk, robbantunk egy bazinagyot és blöty, volt égi test, nincs égi test. Hanem a felszínen történő robbanásra előidézünk egy ilyen rakéta hatást, ami kilöki az égi testet a pályáról. Égi mechanikus legyen a talpára, aki ezt kiszámítja, én biztos nem lennék rá képes, de mindenképpen ez egy szem előtt tartandó dolog, hogy nem erről szól a nukleáris opció, hogy szétrobbantjuk. Inkább nukleáris robbanással letéríteni a pályáról. Ahogy a kinetikus impaktor, a mesterséges becsapódás is erről szól, hogy a nasa a Deep Impact szondája vitt magával, hogy a tempelüstökös magjába becsapódást hoz 2005-ben egy ilyen impaktort, amikor megnéztük, hogy tudunk-e ilyet csinálni. Ez látható itt a, a mellettem levő fölvétel ott egy üstökös mag, amiben ott szépen becsapódik valami. Én azt gondolom, hogy ha valami valódi, reális opció, akkor ez. Nagy sebességre fölgyorsítani egy nagy tömeget, és akkor megpróbálni biliárdozni a kiségi testekkel. Ugye a nasa a DART missziója az tavaly ősszel indult el a Didymos és Dimorphus kisbolygóhoz, itt lehet látni egy fantáziaképet, a következő infografikán pedig azt lehet látni, hogy mi fog itt valójában történni idén szeptemberben. Ugye a Didymos és a Dimorphus egy kettős kis bolygó, ezek nem jönnek neki a Földnek, de itt fognak elmenni a Föld közelében, és a Hold, a kisebb égítest, ugye ő a Dimorphus, oda fog majd becsapódni egy nagy kinetikus impaktor, lényegében 20 kilométer, 20x km, nem 6,8 km per szekundummal, és igazából az a vágyunk, az a reményünk, hogy sikerül ezzel módosítani a kettős kisbolygó holdjának a keringési periódusát. Ez lesz majd a kimutatható effektus. Valójában az emberiség a DART misszióval fogja először a történelemben technikai demonstrációk bemutatni, hogy képesek vagyunk adott esetben egy égitest pályát módosítani egy ilyen kinetikus impaktorra. Én azt gondolom, hogy az összes opció közül még fogok párat mutatni, ennek van a legnagyobb realitása. Mert atombomba, hogy hogy reagál, kell a belső szerkezet, a fene tudja, mit, mit csinál. Egyébként a kinetikus impaktornál biztos, hogy mi történik, mert ugye a kisbolygóknál eleve van ez a kétféle összetétel, vagy kétféle belső szerkezet. Az egyik az a kozmikus kőrakás modell, amikor valójában nem egy nagy szikla a kisbolygó, hanem ilyen lazán összetartott parányi kavicsoknak egy ilyen rakás kavics, meg van egy olyan is, hogy ilyen egybeszikla az egész, és ismerünk égitestet, ami ilyen, meg ismerünk olyan égitestet is, ami olyan. És egész másképp reagál egy kozmikus kőrakás, akár egy becsapódásra, akár egy nukleáris robbanásra, mint egy egybeszikla. Tehát ugye ezért is kell az idő, nem csak azért, hogy, hogy lássuk azt, hogy föl tudjunk készülni, mondjuk megépíteni azt a impaktort, tehát mesterségesen becsapódó nagy tömegű űreszközt, ami majd aztán módosítja a párt, hanem azért is, hogy akár szondát küldjünk oda, ami majd 15 év múlva becsapódik, hogy megnézzük közelről a belső szerkezetét. És akkor mondjunk róla valamit, hogy na mit lehet ezzel csinálni, hogy letérítsük a pályáról. Ugye van egy ilyen érdekes elképzelés a gravitációs vontatás egy új pályára, hogy egy nagy tömegű mesterséges égitesttel pályára állunk, amit aztán nagyon szépen lassan mozgatunk valamerre, akkor a gravitációs erővel lehet a kiségi testet is a saját pályáról kimozdítani, nekem az impaktor az jobban tetszik. Az ion nyalábos terelés is egy érdekes elképzelés, ezt eredetileg az űrszemét mozgatására találták ki, hogy van egy ilyen terelő műhold, aminek van űreszköz, egy szonda, aminek egy ion nyaláb meghajtása hátrafelé lő ki egy ion nyalábot. Na most ha az a célpontra ráesik, akkor arra erőhatást gyakorol, és a célpont megfelelő hát, célzás és beállítás esetén képes a pályáról kimozdulni. Ennek egyfajta alternatívája a fókuszált napenergia hatása. Itt egy nagyon érdekes koncepciót láthatunk, hogyha ismerjük már azt az égitestet, ami veszélyes a Földünkre, akkor megépíteni egy olyan rendszert, itt egy ilyen Frénel lencsére emlékeztető koncentrikus gyűrűsort látunk, ami lefókuszálja a napsugarát a kisbolygóra, nagyon magas hőmérseket idéz elő, ez nem üstökös, hanem egy elpárolgó kőzet, és ez az elpárolgás és kilövelés az, ami megint csak egy másodlagos rakétahajtásként eltéríti az eredeti pályájáról a Földünket veszélyeztető égi testet. Ugye ennek vannak alternatívája, lő, lézeres abláció egy nagyon nagy teljesítményű lézerre, akár a Földről lődözni egy ilyen veszélyes, veszélyes kisbolygónak a felszínét, vagy lerakni ilyen katapult rendszereket, amik aztán ilyen nagy kanalakkal beleásnak a kisbolygó felszínét és kidobják az anyagnak egy részét. Ugye ez is, mint amikor a csónakból nem az anyós dobjuk ki, hanem ilyen kisebb tömegeket, és akkor a csónak halad előre, mert kidobunk ilyen tömegeket. Ugyanígy egy kis bolygóról is, ha a saját anyagát eltávolítjuk mechanikusan a felszínről valamilyen mechanikus beavatkozással, az képes a pályáját módosítani. Egyértelmű, remélem ideki látja a sóhajtásomból, vagy hallja a sóhajtásomból is, hogy ezek nagyon szép koncepciók, de hogy lenne ennek valódi technikai megvalósítási esélye, ezt nehéz elképzelni. És akkor itt még van egy pár, amit itt a Wikipedia oldalról kimásoltam, itt a vállam fölött ez az egyre érdemes még ránézni, hogy ha mondjuk ránk egy ilyen fényvitorlát, az képes lenne a napsugárzás hatására föllépő fénynyomással kimozdítani az égi tested. De az is lehet, hogy fessük fehérre, fessük feketére, vonjuk be alufóliával, az alufóliaipar ág föllendülne dologra, mert hogy akkor a bejövő fény a napfény hatására módosulna akár a forgás is, akár a pálya is, ugye a Járkovszki effektus az, ami ilyesmiről szól. Tehát a lényeg az, hogy elképzelések vannak jelenleg. Igazából a nukleáris opció talán lehet, hogy működne. Az impaktornak a demonstrációja az idén szeptemberben meg lesz ugye a nasa a DART missziója révén, az megint csak egy demonstráció, hogy képesek vagyunk-e ilyet csinálni. Valódi Földet veszélyeztető égitestet jelenleg még nem ismerünk. A tavalyi PDC, tehát Planetary Defense Conference-nek pedig a konkluze egyértelmű: fél év, egy év, mint fölkészülési idő nem elég aktív beavatkozásra. Tehát, ha azt akarjuk, hogy ha majd jön egy ilyen veszélyes égitest, és rá akarjuk festeni, hogy menj el, go away, akkor ez ma még egyértelműen a science fiction kategóriába tartozik, de ugyanakkor vannak jelei annak, hogy az emberiség, a földi űrhivatalok, az űr adminisztrációk értik a problémát, és hajlandóak forrásokat hát mellé rendelni ennek a kutatási területnek, ehhez a kutatási területhez. Hát majd meglátjuk, ez már az utolsó szlájdom, úgyhogy Meglátjuk, hogy mi lesz majd a jövő. Én azt gondolom, hogy mi folytatjuk Piszkés Tetőről Sájnszi Krisztián vezetésével a kisbolygók, földközi kisbolygók felfedezését. Ne csak két órával a becsapódás előtt ismerjük meg őket, hanem akár húsz évvel korábban. Ez nyilván van a teljes naprendszer kutató földi csillagász közösségnek is egy nagyon fontos feladata. És miként a PDC 2024, tehát a Planetary Defense Conference tavalyi gyakorlatán is állangzott, az LSST, ami most már vele C-Rubin Observatory néven fut, kritikus infrastruktúra lesz. Tehát idén, évvégén vagy jövő évelején Csilléből el fog indulni majd ez a 8 méteres szuperteleszkóp, és a rá következő 10 évben várhatóak, tényleg le fog menni ebbe a 10, néhány 10 méteres méret tartományba is, hogy az összes Csilléből valaha látható ilyen földközeli kisbolygót felfedezze. Érdekes korszakot élünk, és bízzunk benne, hogy a igazi becsapódási veszély a mi életünkben inkább csak a sci -fi filmek témája lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a mai adásnak a, a úgymond előadás része, és akkor itt térünk rá az műsor folyamban föltett kérdések lehetséges megválaszolására. Azért mondom, hogy lehetséges, mert nem biztos, hogy tudom mindegyikre a választ. Sőt, azt mondom, hogy szinte biztosan nem tudom mindegyikre a választ. Hű, itt már jöttek a kérdések. Szokásos víz. Nézzük, kedves nézőink, mit tettek föl. Kérdésekén, és akkor én is egy picit. A nagy görcsbe rándult baltalpamat talpamat megmozgatom, ez itt nem látszik, de ott, ott odalent a déli féltekén, Lacikának problémái vannak. Na, Bátony István, tisztelt kislászló! Szeretném megkérdezni, hogy a Tungúz Meteornak miért nem találták meg a darabjait. Egyes nézetek szerint Tesla kísérletezett vezeték nélküli energia továbbítással, és okozhatta ezt a robbanást, köszönettel Bátony István Egerből. Ugye a Tungúz Meteorral, amikor volt 110 éves évforduló talán, Tóth Imre több cikkben is foglalkozott, a csillagászathu Ha az ember oda megy a csillagászathu és beírja a keresőbe, ott jobbra fönt egy kis, lencs, egy kis lencsés mezőbe, hogy tungulz, akkor kijönnek a cikkek. Az én összes emlékem egyöntetlen mind arról szól, hogy azért nem találták darabjait, mert egy üstökös mag lehetett, egy laza szerkezetű ilyen fagyott hógolyó, ami a föld légkörében maradé, tehát darabok, tehát maradványok nélkül teljes mértékben megsemmisült, fölrobbant. Ez a Tesla féle vezeték nélküli energia továbbítás kísérletezést, ezt én a, mondjuk így azt, hogy a, a és az összeesküvés elméletek határterületéhez sorolnám inkább. Perge János, kedves Laci, mekkora lehetett a képen látható protuberancia? Ugye a Dézsi Attila, ő rendszeresen fölrak ilyen koncentrikus körök, mutatják, mutatja az 50 ezer km, 100 000 km, mindenképpen a Földünknél nagyobb, tehát néhány tízezer kilométeresek voltak azok a protuberanciák, amelyeket mutogattam a különböző képeken, tehát a napról ezek a fölrepülő gázfelhők, ezek bazinagyok. Tehát azokkal, azokkal, jobb nem, ne, azok a jobb nem összeveszni. Szabó Géza, kedves László! Csak fekete-fehérben, sárgában látszódik a világegyetem? Nézve a Betelgőzt és a Mars bolygót, itt viszont narancssárga a színük. A távcső által is csak ezek a színek a lósak? Köszönöm a válaszát. Nem. Az univerzumnak ugyanolyan szép színei vannak, mint, mint, nekünk. Most éppen rajtam ilyen kék, fehér, piros, mindenféle szín látható. Csak nehéz őket észlelni. Ugye a látásunk az olyan, hogy a bejövő fotonáram, ugye a emberi szem működése olyan, hogy a, van a fényérzékeny, meg van a színérzékeny elem, és a színérzékenynek a gerjesztéséhez több fény kell. Amikor itt a itt, mellett, itt, itt mellett, a 60 cm-es távcsővel, ha nézzünk ködöket, vagy színes csillagokat, akkor nagyon szépen látszanak a ködök. Nagyon szépen látszanak az igazi színek is. Egy 20 centis távcsővel meg nem gerjesztjük a színérzékeny detektorainkat a szemünkbe, hanem csak a fényérzékenyeket, amelyek fekete-fehérbe látnak. Ugye a vörös színűek azok, amiknél az ember szeme észleli viszonylag könnyebben azt, hogy ott az valami színes dolog. Tehát a helyzet az, hogy erre a kérdésre talán az a leghelyesebb válasz, hogy a kiválasztási effektus az, hogy a vörös színűek a föltűnőek, a fényesek, ugye a Mars is vörös, a Betelgeuse is vörös, ugye Antares is vörös színű, a Arcturus is vörös színű, de például a szíriusz az kékes, fehér színű csak ott nála az alacsony légkör, alacsony horizont feletti magasságban a légkör folyamatosan színezi a képet. Tehát vannak színek az univerzumban is. Az egy másik kérdés, hogy a űrtávcsövekkel, meg a óriás teleszkópokkal tipikusan hamis színes képeket készítenek az emberek. De mondjuk itt azok az amatőrök, akik mondjuk egy ilyen DSLR kamerával fotózzák az eget, azok relatíve megközelítik a valós színeket, amit a szemünkkel is látnánk, ha nem 20 cm hanem mondjuk 100 cm távcsővel néznénk az eget. Sipka János István. Mesterséges műhold becsapódásokkal kapcsolatban kérdezve az 1971. május 30-án indul Mariner 9 vált az első olyan űreszköz, amely egy másik bolygó műholdjává vált a Mars körül. Az eszközt 72-ben kapcsolták ki, és azóta passzívan keringő sonda kapcsolatban úgy számolták, hogy maximum 50 évig maradt a stabil a pályája. Az 50 év éppen idén így a kérdésem az, hogy lehet-e valamit tudni az űrszonda sorsra, vagy esetleg már becsapódott a Mars felszínébe. Én nézek boci szemekkel a kis a segítőimre a háttérbe, hogyha meg tudják mondani azt, hogy a Mariner 9 most éppen hol van, akkor legyenek szívesek írják be ide ehhez a kérdéshez, mert most ez, ezzel, a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban a fejemben az információk számosságát egy kerek számmal lehet jellemezni, és az nem a 8, nem a 6, nem a 9, hanem a nulla. Semmit nem tudok erről a kérdésről, ezt bevallom teljesen őszintén, de várok, hát ha lesz valami segítség, hogy a Mariner 9 az hol van. 72 az egy jeles év volt, a Mariner 9-et kikapcsolták, acikkal meg megszületett, ettől függetlenül nem tudom megmondani, hogy mi van most a Mariner 9 -el. Konsti. Ahogy mondod, nincs idő űrprojektet átirányítani. Van olyan ötlet, hogy feláldoznak működő űr egységeket, például James Webb, hogy ezzel megváltoztassák a pályát? Ezek olyan picik, van ennek reális hatása, vagy csak kétségbe esett utolsó próbálkozás? A, amikor elolvasnál ezt a Planetary Defense conference hogy mi, mi történt, amikor tehát nem űrben lévő eszköz, eszközök átirányítását vizsgálták meg, hanem a Földön, kilövés előtt álló eszközök átirányítása. Tehát nem, ami már ott fönt van, hát annak már nincsen semmiféle igazi nagysebességre gyorsító, gyorsuló képessége egy új pályához, hanem olyan, ami már a földön ott várja a hangárba, hogy na, gyújtsuk már be a gyújtó zsinort, lőjük ki azt, aztán menjünk el a, mondjuk a Jupiterhez, hogy a helyette mondjuk menjünk el a 2021 PDC-hez. Tehát ez lehetne csak opció. Ebbe, ebben teljesen biztos vagyok. Tehát a Földön kilövés vagy fölbocsátás előtt levő űr programot lehetne adott esetben átirányítani. És hát igen, a kulcs mindenütt a sebesség, ugye a tömeg, sebesség, ugye át kell adnunk, ugye mozgási energiát a kisbolygónak, M energia egyen egy kettőd emszer V négyzet, nagyobb tömeg ugyanannál a sebességnél, vagy ugyanannál a tömegnél kétszer nagyobb sebesség, négyszer nagyobb mozgási energiát, tehát nagyon fel kell gyorsítani, és akkor egy kisebb is tud nagyobb hatást gyakorolni. Hát tehát, tehát én ezt válaszolnám erre a kérdésre. Másik szintén Konstitól. Érdekes etikai kérdés lehet, jaj, már már homályosodik el a tekintetem. Etikai kérdés, etikai bizottság, etikai kódex, ilyenek jutnak egybe eszembe. Érdekes etikai kérdés lehet, hogy ha az ellen tevékenység ellenére mégis becsapódik, de máshová, akkor annak milyen hatása lenne a világpolitikára? Például az USA kinetikus impaktorral meglövi, így helyettük Spanyolországban vagy egy atomhatalomnál ér földet. Akkor mi van? Alapesz például hadüzenetre. Hát csak remélni merem, hogy ez a valóságban soha nem lesz kérdés, de ez evidens, hogy, hogy, hogy ez. Hogy mondjam? Tehát én azt látom, hogy az emberiség nem képes le, lejönni a háború kápszeréről. Ugye most 2022 elején is rajta vagyunk elég erősen ugye jól beazonosítható forrásnak köszönhetően, tehát az űrben is lesznek háború, igen, ebben tehát, ha túléljük ezt az évtizedet, és túléljük ezt az évszázadot, a klímát, a világgazdaságot, a népességrobbanást, ezt mind valahogy tudjuk kezelni, akkor is lesz, hitem szerint, háború az űrben is adott esetben. Tehát ez nyilvánvalóan ez, ez egy érdekes kérdés. ez ezt egy inkább egy kommentárnak tekintem, mint kérdésnek. Merre van a Mariner 9 hivatalos náza álláspont? Megpróbálom eljátszani ez a, ez a, nem tudom, ez a hivatalos náza álláspont. 2011-ben azt számolgatták, hogy köbö mostanában csapódjuk be, de nem tudjuk pontosan, hogy merre járt. Tehát más Mars szonda ennek megfelelően még nem észlelte. Ott vagy ott van, vagy nincs. Vagy lát, hogy elvitte a kis cica. Remport Sziasztok! Szia Laci! Szia tanulnak ballisztikát. Ha nem, lehet érdemes lenne ebbe is egy kicsit belási magukat, nagyon érdekes tud lenni. Fel lehetne használni a becsapódásoknál. Én nem is biztos, hogy asztrofizikusokat tanítanék ballisztikára. Ugye a, a BME az idén szeptemberben indítja az űrmérnök képzést, ami egy öt éves képzés nagyon nagy ambíciókkal, hogy a magyar űriparhoz szakembereket kiképezzen. Más egyetemek is ugye bekapcsolódtak az űripa, űripar, számára szükséges szakember képzési kormány által kiemelt támogatást kapott programba. Én azt gondolom, hogy ott azok a szakemberek, akiknek ezeket ki kell tudni számolni, ezek a mérnök emberek, akik akik mit tudom én, nem isznak, amikor van egy baleset az űrben, hanem elmennek a tervezőasztalhoz és gondolkoznak. Az astrofizikusok azok, azok semmire se jók. Tehát ő, ők az álm, ők a ők, az astrofizikus az klasszikus, a csillagászati objektumok fizikai folyamataihoz ért. A ballisztika az meg inkább egy ilyen űr technikánál az űrmérnököknek a kérdése. Konsti, naív kérdés. Nincs naív kérdés, csak tudatlan válaszadó. De ha ennyire későn lehet radarral bemérni ezeket pontosan, nem lenne értelmes egy radaros flottát szerte naprendszerben kiépíteni viszonylag olcsó, csak egy radar, meg egy röntgen, meg egy, hát szerintem ez nem röntgen akar lenni, ez a vevő, vagy nem tudom, hogy egységekkel, hogy mindent messzebből is követni tudjunk, de persze, hogy jó lenne. Annyi minden jó lenne. Tehát a, a bolygóközi eh, hálózat, egy van, az a gamma detektoroknak a bolygóközi hálózata, mi a NASA 80-as, 90-es években, még a 2000-es években is minden bolygó szondájára fölrakott egy gamma detektort, hogy egy gamma villanásoknak a beháromszögelésébe segítsenek a nagyobb bázisvonalon a detektálások. De nyilvánvalóan, na most még itt mindjárt jön egy, jön egy szakértő válasz, az RTG szerintem a... na, na, rádió... Na, 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 mindjárt kiderül. A pici atomerőmű. Lehet. Ja, igen, mert hogy radiation, termál, nem tudom micsoda, lehet pici, amikor a hővel, bomlási hővel hajtanak valamit, igen, elképzelhető. Csanáki Csaba, sziasztok! Hogy szállunk le a kisbolygóra? Ha ez szágult felénk, le kell fékezni, majd felvenni ennek a sebességét. Igen, a kis bolygóra leszállás nem egy triviális dolog, a pályát kell illeszkedő módon megközelíteni, nem azon, hogy oda megyünk és lefékezzünk, hanem úgy kell mozdulnunk, hogy... Ugye a, a Didymos Dimorphos 2 például azért lesz jó technikai demonstráció, mert ő egy olyan kisbolygó, amit úgy hívnak, hogy Low Delta V, tehát kicsiny Delta V kisbolygó, ami a Föld mellett úgy megy el, hogy megy a Föld a nap körül, ez, ez az öklöm, nem, ez az, ez az öklöm, megy a Föld a nap körül, és a Didymos Dimorphos 2 megy a, megy a nap körül, és egymáshoz képest pici a sebesség különbség. tehát a földről elindulunk, és hús és pöcc, tíz hónappal később megérkezünk a kisbolygóra. Egy nagy sebessége, excentrikus pályán mozgó kisbolygónak a pályához való illeszkedése, az egy, az egy komoly művelet. És erre nem feltétlen kisbolygó adja jó példát, ugye a Bepi Kolombó, a Merkurszonda, 7 év alatt jut el a Merkurhoz, mert a Merkur pályáját e ille, pályáz Merkur pályá az illeszkedő saját pályát fölvenni, az mindenféle Vénusz és Föld és Merkur közelítések után fog majd 7 év után hát bekövetkezni. Tehát a pája, a ballisztika, itt már a másik kérdező is mondta, hogy a ballisztika, tehát a pályaszámítás, az egy nagyon fontos dolog, és ez nem, nem triviális dolog, ezt akarom kinyögni. Kállai Krisztián, a James Webb nem fog ilyeneket nézni? Hát, ez egy jó kérdés. A James webb alapvetően kifelé a naprendszertől, tervezték meg, biztos, én el tudom képzelni, hogy van olyan naprendszer. Tehát üstökös biztos, hogy fognak nézni a James szerintem izgi kis bolygót is fognak nézni a James de hát az egy infravörös eszköz. Hát végül is ugye az átmérőt megmérni, tehát ahogy a Neowise csak júniusban érzékelte, a James ebb hamarabb tudja érzékelni a hősugárzását, és akkor megvan a pontosabb méret, de nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben a James ebbet is hadra lehet fogni. Pál Attila, Szia Laci! A Facebook posztjai nem csak publikusak, de érdekesed, érdekesek is. Nem akarod bekapcsolni, hogy lehessen követni. Ez szerintem arra vonatkozik, hogy én nekem most jelenleg nincsen oldal profilom a Facebookon, amit úgymond lehetne követni, én egy magánember profilt menedzselek, és már nagyon régóta tervezem, hogy szétválasztom a Public Profile, tehát a, a publikus arcomat, a, a, úgymond, amit bárki követhet, meg a privát profilomat, ami tényleg csak az igaz ismerőseim számára van föntartva. Azt hiszem, hogy ez a komment is most arra ragadt, hogy ez ügyben tegyek lépéseket. És persze, akkor ezt lehet majd követni. Molnár Attila, ha a barátunk, amiről szó volt, becsapódik mondjuk Bécs környékén a földkérek mennyire érezné meg? Kapnánk-e mondjuk egy jó kis földrengést itt a Svápegy környékén? Nézd, 40 megatonnás robbanás, ez mint egy hidrogénbombának a robbanása. Ilyen kísérleti atomrobbanások az 1950-es, 60-as években voltak, tehát nem lenne semmi nagyobb dráma mondjuk itt Magyarországon, Svábhegy környékén, az biztos, hogy a, a földrengés mérők azok, tehát a szeizmológusok azok látnák, mint az állat a jelet. Ahogy egyébként például az infrahang detektoraink a ukrán háborút folyamatosan hallják piszkés tetőről tehát olyan légköri robbanások érzékelő műszerünk van piszkéstetőn, ami ténylegesen hallja az ukrán háborút. De attól még nyilván mi élünk. Bocsánszki Ádám. Szia Laci! A pdc ezek az adok csak kitaláltak? Ha igen, honnan tudjuk, hogy ezek reálisak? Mi alapján találták, hogy mikor mi fog történni? Amennyire én föl tudtam fogni az összefoglaló adatok alapján, szimulált észleléseket kaptak a, a, a realisztikus, hibákkal ellátott, szimulált észlelési adatokat kaptak az elemzők, akik ezeket elemezgették, és tehát mintha jött volna a valódi megfigyelés. Csak így látom értelmét egy ilyen gyakorlatnak, lehet, hogy némely lépésnél nem egy teljesen nyers, leszimulált infravörös kép jött, hanem lejött az, hogy mit a Neowise megmérte a nem tudom milyen sávban a magnitudóját, és ennek 8,2 plusz 0,3 volt az eredmény. És akkor ezt be lehetett tenni azokba a képletekbe, amiből kijött az, hogy 700 helyett 500 méteres volt a maximális átmérője. Tehát ezek mindig az ilyen gyakorlatnak az az értelme, hogy real, minél inkább realisztikus adatok, szimulált adatok alapján nézzük meg azt, hogy mi az, ami lehetséges. A hat gyakorlatok is ilyenek. Ugye az ukrán háború is egy orosz hadgyakorlatnak indult, hogy fölvonultak, na nézzük meg, mit csinálnánk, ha háborúznánk. Aztán úgy, döntöttek, hogy háború, vagy hát úgy döntött egy ember, hogy háborúzzunk. Itt is hát, a gyakorlatoknál az történik, hogy valóságot minél jobban megközelítő adatok alapján számoljuk, hogy mire lennénk képesek. Ezt úgy szokták csinálni, hogy egyébként, hogy van egy szűk csapat, ők tudják a valóságot, és van egy elemző csapat, és az elemző csapat a szűk csapattól kap szimulált, hibákkal ellátott ö, mesterséges adatokat, és akkor na, nézzük meg, hogy mit tudtak kihozni. Csillagászok is használják ezt ilyen, szoktak lenni ilyen asztoszeizmológiai modellező gyakorlatok, amikor ilyen csillagmodelleket megkapnak, ilyen kutatócsoportok, és akkor az a feladat, hogy hozzák ki a modellek, a szimulált észlelésekből, hogy milyen csillag az, amit éppen vizsgálnak. Ennek ez, a, ez, ez, egy, ez egy bevált módszertan az ilyen gyakorlatozás. Pál Fiatilla. Kedves Laci, melyik volt a legnehezebb kettősége, amit vizuálisan láttál, milyen eszközzel? Hú, az anyja nunáját, a fene tudja, hogy melyik volt. Volt egy másodperces körüli, tehát ami egy 10 centis távcsal bontottam föl. A Sirius B-t sikerült lefotóznom, de azt a 3,9 méteres angol teleszkópnak a spektrográfiával, egy ilyen mezőkamerával. Hát nem tudom, annyit nézegettem, de már olyan régen, mert nem, nem tudom tényleg fölidézni. Kis orsa és Roland. A vas kisbolygók mekkorák által, és mennyire veszélyesek a Földre. Annyira veszélyesek, amennyire a pályájuk a Földet megközelíti. Jelenleg ilyet nem nőn is, mink, Ugye a psziché az, ami egy ilyen nagy mennyiségű fémet tartalmazó kisbolygó, ez menni is fog majd egy űrszonda, és azt majd meg fogjuk nézni. Van kisebb is, van nagyobb is kilométeres is, sok kilométeres is, meg száz méteres. Tehát ugye ezeknél a, a méret, amikor van egy millió kisbolygó, abban kicsi is, nagy is, ilyen is, olyan is széles spektrumba esik a méret és összetétel tartomány. Kovács Márton, szia Laci! Szia Márton! A Jupiter gravitációs vonzása segíti, a Kuiper-övből jövő, kisbolyog... a, gravitációs vonzása segít a jövő kisbolygók eltérítésével? Ez egy érdekes kérdés. A Jupiter segíthet is, hogy eltéríti és kilöki a francba messzire a bejövő égi testeket, meg segíthet abba is, hogy befelé küldje őket. Tehát nem egyértelmű, hogy a Jupiter csak pozitív szerepet játszhat ebben a témában, de játszhat pozitív szerepet is. Perge János. Kedves Laci. Tudsz olyan magáncégről, akik aszteroida elterelő megközelítő felmérő technológiát fejleszt? Bányászati célokból? Szerintem ez az iparág akkora forradalmat tudna indukálni, mint a SpaceX az újra felhasználható rakétáival. Sőt, itt van egy ilyen megjegyzés norton hogy hát a dart speciális SpaceX Falcon 9-es rakétával indították. Tehát igazából a aszteroida megközelítéshez a SpaceX rakétáját használta a NASA, a dart -nál. Erre egyébként adnék egy másik választ, hogy a, a, a kisbolygók bányászata, hogy mondjam, egy téma akkor válik komolyja, ha már jogászok is foglalkoznak vele. Mindaddig, ameddig a tudósok beszélnek össze-vissza, az, az a tudósok beszélnek össze-vissza. De ha már jogászok is elkezdenek foglalkozni egy témával, akkor azt már lehet tudni, azt már test, lehet komolyan venni. Ugye a Luxemburg Európában az az ország, ahol megteremtették a űrbányászat jogi kereteit, tehát ott bejegyzett cégekkel, igen, Luxemburg, most, most igen, Luxemburg az, ahol megvan a törvényi keret kisbolygók bányászatára. Lehet alapítani céget, ami aztán hát, vállalja, hogy űrbéli a nyersanyagokat hasznosít. Ugye a, a, egyszer engem keresett egy fickó, egy valami magyar ember, telefonon egyszer-kétszer beszéltem, hogy őt érdekelni a kisbolygó bányászat. Nem, nem a lőrinc volt, tehát valaki más, nem tudom, már nem emlékszem a nevére, de az biztos, hogy, hogy egész komolyan gondolkozott azon, hogy kéne ezzel a kisbolygó bányászattal foglalkozni. Igen, kéne. Tehát ez egy olyan terület, aminél jelenleg szerintem a szűk keresztmetszet az az, hogy igen, lehet kisbolygók, lehetnek olyan kisbolygók, amelyeknek mondjuk így a anyagi összetétele, a földi ipar, mikroelektronika, bármi számára, fontos nyersanyag lehet, de jelenleg nem tudunk rámutatni egyáltalán egy ilyen égiteste sem, hogy na, ez az. És aztán, hogy aztán milyen technológiával aknázzuk ki, hogy a kisbolygót térítjük földközeli pályára, vagy oda küldünk űrbéli kiaknázást lehetővé tevő űrbányászati eszközöket. Ennek még egyáltalán nincs meg a technológiája. Jogi keretek már vannak, tehát lehet komolyan venni. Jogászok már megfogalmazták az űrbányászatnak a jogi keretrendszerét. Én emlékszem, hogy keresztül Jákos is társszerzője volt egy ilyen elemző cikknek, ami az űrbányászatot diskutálta. Tehát a, szerintem a következő, megint csak, ha túléljük ezt az évtizedet, akkor a következő évtizedben és a rákövetkezőben itt egy erőteljes fejlődés várható. De az biztos, hogy amíg nincs szexi célpont, addig hiába beszélünk arról, hogy igen, már a jogi keretek is megvannak, ha nem tudjuk ráirányítani konkrét célobjektumra az érdeklődést, akkor, akkor, akkor a fene se tudja. Itt van, ez, idén indul a psziché küldetés, na megvan ugye a, a azonos nevű kisbolygót megnézni, hogy, hogy, egyáltalán milyen összetétel a psziché, az amiről tudjuk azt, hogy nagy, nagy mennyiségű fémből áll. Tehát az űrbányászat, ugye augusztus 1 Köszi Norton, augusztus 1- valahol a valósághoz közelebb kerül majd egy lépéssel, amikor a pszichéhez elindul egy NASA misszió. Tehát ezért mondom azt, hogy van okunk azt földételezni, hogy ebben az évtizedben ez a téma adott esetben akár valósággá is. Vállat, vagy, vagy hát jelentősen közelebb kerülünk az űrbányászat megvalósításához. Hát majd meglátjuk. Úgy látom a kérdések elfogytak, nem is baj, 80 perc után ez ennyi bőven elég belőlem. Én mindenkinek köszönöm szépen a, a, a műsornak a nézését. Ha tetszett a műsor, akkor tetszik, tessék követni, lájkolni a, a Strapé Csillagvizsgálónak a Facebook oldalát, a Youtube csatornáját. Jövő héten folytatás következik, a fő témát még azt hiszem nem találtam ki, de ha ki is találtam, lehet, hogy közben módosítom, mert én ilyen vagyok. Minden esetre nagy szeretettel várunk vissza mindenkit jövő szerdán, este 8-kor a Svábhelyi csillagvizsgáló élő csillagászat kislásló című műsorában. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó éjszakát, sziasztok!